Lúnyai a Keltűnt világa című kiállítás megtekintésére volt lehetőség Tuzséron a Lúnyai 200 emlékévhez kapcsolódva. A tárlat Lúnyai Menyhért munkásságát és családját mutatta be, hiszen sokan nem ismerik. A kiállítás létrehozásában számos közintézmény szerepet vállalt, így az ő munkájuknak köszönhetően sok olyan információ került a szervezők birtokába, ami segítette a kiállítás magasabb szintre emelését. Hogy itt a mutat végképp igyekeztek átölni bizonyos korok, vagy korban, és ugye ha a levéltárak nem maradnak, illetve nem kerülnek oda be ezek a dokumentumok múzeumokba, akkor sajnos nem tudnánk még ennyit sem róluk. Tehát itt Pannonhalmától kezdve, a Pannonhalmi Főapátság levéltárától kezdve, a Nemzeti Múzeumig, a Nemzeti Levéltáron keresztül, a Kiszteli Múzeum, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár, a Beregi Múzeumon keresztül, tehát nagyon sokan beálltak ebbe a dologba, és készségesen szolgáltatták a náluk lévő dokumentumokat. Még a MÁV archívumot is elfelejtettem mondani, ez nagyon fontos, hiszen ugyanúgy, ahogyan a Lúnyai Menyhért élete, úgy a közögintények is olyan sokszínűen tudták ezt feldolgozni. Tuzsér polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy szeretné, ha a község a lúnyai értékeket megmutatva egyfajta központ lenne az országban. Ha minden igaz, akkor a kastély főépülete bekerült a kastélyprogramba. Nyilván az írásos anyag, illetve az a szakmai anyag már 2-3 éve ezelőtt összeállt egy pályázat során a Tuzsér Községét Közalapítvány összerakta azt az anyagot, amivel a szakmai anyagot hozzá tudjuk rakni egy Lúnyai Örökségközpont működtetéséhez. Tilki Attila országgyűlési képviselő szerint még mindig van mit mutatni Lúnyai Menyhértről, hiszen nagyon sokan, nagyon keveset tudnak róla. Az, hogy a monarchiának pénzügyminisztere volt valaki, az, hogy utána miniszterelnök, majd a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, azért ez mindenféleképp, ha csak ezt a hármat mondom, arra érdemesíteni, hogy tudjunk róla többet. És hát ez is volt a célja annak idején azoknak, akik kitalálták, hogy legyen a 200 éves születésének az évfordulójára Lúnyai 200. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke kiemelten fontosnak tartja, hogy segítsék azt a gondolatot megvalósítani, hogy Tuzsér és a Lúnyai kastély egyfajta központ legyen, hiszen csak így tudják a kulturális szellemi hagyatékát megőrizni. Nincs ennél mai Magyarországon méltóbb hely. Szerencsére ez a kastély éppen maradt, volt funkciója, volt ugye egy tűzvész, de aznak a felújítása is megtörtént, tehát viszonylag jó állapotban van, habár egy jelentős felújítás is kell a kastélyra magára is, és utána pedig én azt gondolom, hogy ez a Lúnyai Örökségközpont idea, ötlet ez fogadó fülekre találhat, annál is inkább, mert a 200 éves évforduló felhívja a figyelmet, a döntéshozó figyelmét arra, hogy ez egy milyen fontos adóssága még gondolkodásunknak. A Lúnyai a Keltűnt világa egy gazdagon összeállított tárlat, ami vándorkiállítás lett, így több településen is lehetőség nyílik annak tanulmányozására.